Remek móka együtt totyogni az állatkákkal, miközben az állatkert gondozói hasznos és érdekes tudnivalókat osztanak meg a madarak táplálkozásáról, életkörülményeiről és viselkedésükről. Minden pingvint meg lehetne különböztetni a hasukon lévő pöttyök alapján, ugyanis ez olyan, mint az embereknél az új lenyomat. Mindegyik kölyöknek más-más darabszámú és elhelyezkedésűek ezek a foltok, viszont etetésnél nekünk ez ugye hosszadalmas lenne a foltokat megvizsgálni, és a szárnygyűrűk azért lettek kitalálva, hogy lássuk, hogy az adott napon ugye egyik nap sótablettát, másik nap vitamintablettát szoktak a heringbe kapni, és ezt mindenki egy-egy darabot kap. És ilyenkor segítség nekünk a szárnygyűrű, mert csak ránézünk, és akkor tudjuk, hogy az adott szárnygyűrűjű pingvinünk már megkapta ezt a tablettát, vagy nem. A Dél-Afrikában honos pápaszemes pingvinek már nagyon várták, hogy elhagyják kifutójukat, és közösen kiránduljanak egyet a látogatókkal. A mókásan totyogó kis állatokkal való találkozás felejthetetlen élményt jelent. A cukiságok ezúttal is mosolyt varázsoltak az őket kísérők arcára, amikor egészen közel merészkedtek, és elkezdték csipkedni a látogatók cipőfűzőjét vagy nadrágját. A közös túrát a pingvinek gondozója felügyelte, aki érdekes információkat osztott meg a barátságos állatkák mindennapjairól, szokásairól és gondozásukról. A séta egyébként nem idegen a pingvinektől, hiszen természetes élőhelyükön is kisebb-nagyobb távolságokat kell megtenniük a tenger és a fészkelőhely között. Mivel a pingvinek érzékenyek a szúnyogcsípésre, csak november és március között hagyhatják el a rovarhálóval védett kifutójukat. A nyári időszakban azért nincsen pingvinséták, mert a szúnyogcsípés veszélyes a pingvinjeinkre, az úgynevezett madármaláriát tudják elkapni a csípés által, amiben bele is tudnak pusztulni. A nyári időszakban itt a kifutón belül szokott náluk napi kétszer látványetetés történni, amikor eleve kapják is az élelmet, ez 10 és 3 órakor szokott lenni, és akkor a téli időszakban, amikor már a szúnyogok eltűnnek, kezdődik a pingvinséta, ez pedig ugye napi egy alkalommal szokott lenni. Kovács Ágnes, a Jászberényi Állat és Növénykert gyűjteményvezető helyettese érdeklődésünkre elmondta, hogy a látványos programhoz minden nap 11 órakor csatlakozhatnak a látogatók. 2011-ben kezdődött az első pingvinsétánk. Ez úgy működik, hogy ott látható egy kis ajtó, kinyitjuk nekik az ajtót, és igazából nincs senki rá kényszerítve így a pingvinsétára, akinek éppen kedve van aznap, szépen ott összegyűlnek az ajtónál, mi kiengedjük őket, és akkor kollégák segítségével elkezdjük velük a sétát. Igazából csak terelgetjük kicsit őket, de sokszor ehhez sincsen szükség, mert már annyira, az évek folyamán annyira hozzászoktak az úthoz is, meg magához a sétához is, hogy tudják, hogy milyenkor a teendő. És akkor egy nagyobb kört teszünk itt az állatkert területén, közben ugye a látogatók is részt vehetnek ezen a sétán, és akkor megfigyelhetik a pingvinjeinket. A pingvin csapat jelenleg 23 tipegőből áll, közülük általában 10-15 pingvin vesz részt a sétán, akiknek épp kedve van egy kis mozgáshoz.